Május végén kaptuk a hírt, hogy újra választották az IPOSZ 12 éve hivatalban lévő elnökét, Németh Lászlót, aki nem mellesleg az Ajkai Ipartestület elnöke is. A vele készített interjúban sok érdekességet hallhattunk, ami szinte pontokba szedve az Ajkai Szó legújabb számában is olvasható. Ebből megtudhatják majd, hogy a 12 éve hivatalban lévő és most újra választott elnök szűzbeszédében hangsúlyozta a tagság által is kiemelten fontosnak tartott célt, a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumába való bekerülést. A mikro és kisvállalkozások, amelyeket az IPOSZ képvisel, jelentős szerepet játszanak a munkaerőpiacon, hiszen a szegmensben a foglalkoztatás 72%-át biztosítják. Azonban jelenleg az IPOSZ nem vehet részt többek között a minimálbér tárgyalásokon sem, ami különösen fontos lenne, mivel a minimálbér szabályozás ezeket a vállalkozásokat is érinti. Az IPOSZ a Magyar Mikro, Kis és Középvállalkozások legnagyobb országos munkaadói és szakmai szövetsége, amelyet 160 jogilag önálló ipartestület alkot. Ezek közül 140 területileg szervezett, míg 20 országos szakmai szövetség. Az IPOSZ kizárólag jogi személy tagokkal rendelkezik, természetes személyek nem lehetnek tagok. A szövetség jelenleg 40 ezer kisvállalkozást képvisel, amelyek többsége 1-10 főt foglalkoztat, beleértve az egyéni vállalkozásokat is. Ha valaki kíváncsi arra, hogy milyen nehézségekkel küzd az IPOSZ tagságát adó, mint egy 40 ezer vállalkozás, azt kérem tartson most velünk, ígérem hasznos időtöltés lesz számukra a most következő mintegy 40 perces interjú. Az IPOSZ semmiféle állami támogatást nem kap, gyakorlatilag azt is tudni kell, hogy azért egy önkéntes érdekképviseleten alapuló szervezet, mert nekünk önkéntes tagságunk van. Tehát úgy, nincs ilyen kötelező kamarai tagdíj, meg ilyen Nincs. Itt csak önkéntes tagság van, és azt azért tudni kell, hogy egy érdekképviseletet önkéntes tagságból nem lehet ellátni. Erre fizetnek legkevésbé a vállalkozók, tehát valahol valamit ott adni kell érte, nem? Tényleg igen, hát szolgáltatásokkal adni. Próbáljuk mi ezt azért biztosítani, hogy legyen kedve a tagságnak ehhez. Ugye legfontosabb talán azt tudni, hogy maga az IPOSZ az jogilag önálló ipartestületeknek a szervezete. Tehát gyakorlatilag minden az a 160 ipartestület, aki alkotja az IPOSZ-t, az jogilag önálló. Ugye itt azért több mint 20 szakmai szervezet van, és ugye vannak a szinte járási szintű területi ipartestületek. Akkor nem kicsi testületről van szó. Nem, hát azért akárhogy nézzük, azért egy olyan jó 40 ezer fős tagsággal rendelkezik az IPOSZ így vállalkozóként. És ugye itt a másik az, hogy család és mikrovállalkozásokat tömörítünk. Ugye most megint felmerült az a dolog, hogy szélesíteni kéne a KKV-k körét. Lehet. Mi nem szeretnénk, mert az a baj, hogy így is, ha nézzük ugye a KKV-t, vagy ezt a fogalmat, akkor Magyarországon a felépítésbe ebbe benne vannak a mikro, a kis és közepes vállalkozók. Ugye nálunk nagy vállalkozó az nagyon kevés van nagy vállalat, hiszen 92%-át a vállalkozásoknak a KKV-k adják. Ebből aztán vannak a középvállalkozások, de ezen belül is, ha nézzük, a mikrovállalkozók több mint 72%-ot adnak, magyarán ők a 10 fő alattiak. És hiába van 30 éve, vagy több mint 30 éve kint Brüsszelbe, a gondolkozz először kicsiben szlogen, ez sajnos nem valósul meg. Sajnos ezt el kell mondanom, hogy rendszerváltás óta Magyarországon sem igazán valósult ez meg, mert beszélünk a KKV-król, csak közben mégis általában a termelőszektort és a nagyobb vállalkozásokat támogatjuk. A legkisebbek nem jutnak hozzá kedvezményes hitelhez, sokszor a Széchenyi kártyához sem, mert túl kockázatosak a bankoknak, vagy éppen azért, mert egyszerűen olyan picik, hogy nem kapnak szinte hitelt. Hát a visszatérítendő támogatásokról meg már nem is beszélve. Tehát nagyon súlyos pénzek jöttek Brüsszelből, amivel a hazai gazdaságot kellett volna fejlesztenünk, és ebből nagyon pici részt kaptak a picik. Pedig ezek a picik azok, akikből kinőnek ugye a nagyobb vállalkozások, arról nem is beszélve, hogy ők azért egy szolgáltatást nyújtanak a lakosságnak, vagy éppen beszállítói, alvállalkozói a nagyobb vállalkozásoknak. És őnekik kellett volna fejlődni, hiszen legtöbb esetben, legyünk őszinték, ők a nemzeti vállalkozások, a tömörítők. Nemrégiben egy értelmes közgazdásztól, azt hiszem Bot Péter Ákosnak hívják, hallottam, hogy a jövő gazdasági alapjait
azok a kis garázscégek teremtik majd meg, akik most indulnak és kicsiben kezdik, de olyan innovatívak és annyira rugalmasak, hogy előfordul, sőt biztos, hogy nagy hatást gyakorolnak majd a gazdaság fejlődésére. Nem beszélve, hogy Magyarország ugye a hozzáadott érték éppen a kevés, tehát nem csak termelésből áll az élet. Hát az a baj, hogy most az utóbbi időben egyfolytában a makrogazdaságok szempontok véget mindig a termelékenységet nézzük meg, a hozzáadott értéket, és sokszor elfeledkezünk arról, hogy ehhez azért kell egy szolgáltató szektor. Hát igen, mert nem fog sehova menni egy olyan nagy vállalat, ahol mondjuk a vállalat dolgozóinak nincs meg az ellátása megfelelően. Tehát nem fog oda települni. A falvak azért néptelenednek el sok esetben, mert megszűnnek a boltok, megszűnnek azok a munkahelyek, amik eddig helyben tartották ugye a lakosságot. A cipész, az üveges, vagy egyszerűen a kereskedő, az a kisboltos, akihez be lehetett menni és meg lehetett venni a mindennapi betevőt. Elszívják a vásárlőt, a hipermarketig az elejüknél. Hát igen, és mellé még bejött azért, hadd mondjam el, hogy a kereskedelmet azért sújtja azért így a kisboltokat, legalábbis az internetes kereskedés is. Tehát más világot élünk, szűnnek meg szakmák, ezt látható. De én úgy látom, hogy azért a kézműipari szakmákra még nagyon sokáig szükség lesz. Hiszen ha csak nézzük az épített örökségeinket, amik itt vannak, és azokat meg kell őrizni, át kell adni azért az utókornak. Tehát azért még itt nagyon sokáig szükség lesz erre a szolgáltató szektorra. Arról nem beszélve, hogy gyakorlatilag azért az utóbbi időben láthatjuk azt is, hogy mennyire megnőtt a kézműipari termékek iránti kereslet. Tehát már nem biztos, hogy bemegyünk egy hipermarketbe mondjuk a gyenge minőségű vagy gyengébb minőségű pékáruért, hanem nagyon szívesen kifizetik sokan a jobb minőségű, de drágább kézműves kenyeret. Azt, ami hagyományos eljárással készült. És két nap múlva nem savanyú, mondjuk, mert az sem mindegy, hogy meddig tartható el. Tehát azért, de ez igaz egyébként más termékekre is, akár a kézművesek által készült asztalos ipari vagy egyéb termékekre hadd ne soroljam. Meg hát ugye azért kedveltek azért a hazai olyan ízek, amit például a cukrászaink állítanak elő. Ugye éppen most volt a múlt héten az év fagylaltja verseny, ahol egy balatonfüredi fagylaltozó nyerte el az év fagylaltja kitüntető címet. Tehát nagyon érdekes, hogy Veszprém megye vagy Devecser, ugye elközelről? Igen. Vagy egy ilyen országos testületnek az elnökét, már ne értsen félre, de éltek általában, hogy budapestiek, meg ilyen felsőbb körökből jönnek, akik azért ezért meg kell küzdeni, én úgy gondolom, hogy munkával kell bizonyítani, hogy a vidéken is van élet. Hát persze főleg vidékeket is képvisel, ugye? Hát igen, jó, mondjuk Pest és Pest megye azért az iparnak a központja. Súlypont, persze. Tehát azért az mindenképpen ott van. De ebből adódik egyébként, hogy egy kicsit nehezebb is összefogni ott az embereket. Tehát egy rohanó világban élünk. Megmondom őszintén, hogy mint ajkai ipartestületi elnök is nehéz helyzetben vagyok itt sokszor, hiszen egy iparvárosról van szó. Itt az iparosnak nem volt akkora címe, mert ugye itt nagyon sok iparos dolgozott, vagy szakmunkás dolgozott ugye az ipar gyárakban is, vagy hát a bányánál itt ott, és annyira sok volt egyébként ebből kifolyólag a fusiszta, akik ugye aztán elmentek munkai után egy kicsit még ők is maszekoltak, hogy itt azért nem volt akkora súlya az iparosságnak, mint mondjuk most elmegyek az Alföldre, és az Alföldön a mai napig sokkal nagyobb súlya van az ipartestületeknek, az ipartestületi életben is nagyobb súllyal vannak bent az emberek, mint itt. Igen. Tehát ez egy nehéz helyzet egyébként itt Ajkán, holott azért a kultúránkat ápolni kéne, mert azért az iparos kultúra is egy kultúra, hiszen át kéne adni azokat a hagyományokat, mint a munkatisztelete, a vevő kiszolgálása iránti tisztelet. Tehát azért sok mindent kéne még és itt. És most beugrott nekem, és hogy félbeszakítom, a gyerekkoromból, én kisfaluból jöttem, Jász Dózsáról, ott születtem, volt egy iparos kör. És a későbbi művelődés, egy kultúrház elődje egy olyan épület volt, ahol összejöttek szerintem a nevéből adódóan az iparosok, rendezvényeket tartottak, biliárdoztak, szórakoztak, volt ott ital, kimérés is. Tehát egy ilyen szellemi központja volt szinte a falunak, hogy
erről a kultúráról beszél, hogy azért a helyben is megtalálja az ember a kapcsolatokat és a szórakozási lehetőségeket? Ez is benne volt, hiszen azért itt el kell mondanom, hogy ugye eredetileg az ipartestület Devecserbe alakult, és a devecseri iparosokra épült, illetve a környékbeliekről. Tehát azért abban az 1800-as évek végén, mikor a cégek megszűntek, nagyon sok ipartestület volt szakma is, hiszen Somlón voltak kádárok, vagy éppen Kisszőlősben, meg voltak pékek, tehát ami az ottani iparhoz, vagy a mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó ipar volt. De Devecser volt ugye azért mégiscsak a központ. Ezek így alakultak ki, és mikor a második ipartörvénnyel megszüntették a céheket, és az ipartestületeket nevezték ki arra a feladatkörre, hogy az iparosokat képviseljék, illetve magukat a segédeket és a tanoncokat is próbálják meg abba a mederbe terelni, ami a továbbképzést, meg a képzéseket megalapozta, akkor alakultak ki az ipartestületek. Azokban a helységekben, ahol ilyenek működtek, ott volt iparos kör általában, vagy iparos olvasókörök. Egyébként ez Ajkára is igaz. Tehát Tósokon is volt ilyen iparos kör, vagy éppen, ha jól tudom, akkor kint Bódén is volt ilyen. Akkor még önálló települések voltak. Akkor még önálló települések voltak, és bizony akkor a régi iparosok még fölvették az ünneplő ruhát, mikor bementek az iparos körbe, mert az egy ünnep volt, mikor találkoztak egymással. Ezt én onnan tudom, hogy nekem is vannak kötődéseim az őseim között, akik így voltak. Padragon az utolsó Bogdár az én nagyapám volt. Tehát, de tudok asztalosról, akinél az én nagybátyám tanult, és az is megemlegette, hogy bizony annak idején a Tolner bácsi fölvette az öltönyt, és elment az iparos körbe. És ott találkoztak. Legtöbb településen egyébként így az országot, ahogy járjuk, látom, hogy például a kultúra megalapozása is így történt, hiszen saját színházat csináltak, színjátszó köröket, vagy éppen az első mozigépeket is általában iparosok vagy ipartestületek vették meg, és azok működtették. Én a mai napig látom azt, hogy nagyon sok településen még a régi ipartestületi épületekben ott vannak a színháztermek vagy a mozitermek, sőt a mai napig is ott azért sok helyen folyik ez a kulturális élet. Tehát nálunk azért itt Ajkán más volt a helyzet, hiszen Devecserből a városiasodás véget áthozták ugye az ipartestületet, és itt kapott egy új épületet, amelyben már csak legfőképpen ugye az iparosok képzése, oktatása, vagy éppen a találkozás meg a hivatal ellátása történt az elmúlt évtizedekben. Ezt említette az elején, hogy mekkora taglétszámmal rendelkezek, milyen nagy hatásuk ezek szerint a gazdaságra, és beúrik egy két évvel ezelőtti beszélgetésünk, akkor megkérdeztem, hogy ha már ilyen erős szervezetről van szó, legalábbis létszámát tekintve, hogy a kormány közeli körök kíváncsiak a véleményükre, például akkor azt kérdezte, hogy a kata törvény megváltoztatása mennyire érdekelt, hogy mi a véleménye önöknek erről, és egyébként meg mi a tapasztalata, hogy mennyire veszik tényezőnek az iposzt odafönt. Az a baj, tehát csak azért, amit el lehet mondani. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy az iposzt, mivel egy nagyon-nagyon régi szervezet, azért erre odafigyelnek. Tehát a kormányzat részéről is van egy odafigyelés, mi is politikától függetlenül mi gazdasági érdekképviseletet próbálunk ellátni, és ezt folyamatosan mindig a kormány felé a beérkező panaszokat vagy ügyeket, amik éppen kellenek, azokat mi próbáljuk továbbítani. Meg is kapjuk ezekre egyébként a felkéréseket is. Azt el kell mondanom, hogy a kata nekünk azért egy kudarc. Tehát mi nem könyveljük el sikerként, mint ahogy mondjuk a kamara ezt sikerként könyveli el, hogy megszüntették. Én szerintem nagyon sok iparosnál és a fekete gazdaságra való visszaterelést okozta a kata megszüntetése. A kata egy rendkívül jó megalapozott 2012-ben létrehozott törvény volt. Ahhoz az IPOSZ akkor nagyon sok módosító javaslatot adott, ez mind beépült, ha nem rögtön, akkor utólag finomhangolása. Tehát 12 pontot adtunk át rögtön az elején az akkori NGM-nek.
Én szerintem az, hogy közben elmentek, ez egy magyar adottság, hogy minden kiskaput próbálunk kihasználni, de erre meglettek volna törvényi hátterek, hogy ezt ellenőrizni kellett Korrigálni volna. lehetett volna. És lehet, ki lehetett volna szűrni azokat, akiket nem ebbe a körbe kellett volna adóztatni, vagy éppen ne bújtatott munkahelyként menjen. És nagyon sok olyan nyugdíjasunkat vesztettünk el kis településeken, akik még a nyugdíj mellett dolgoztak, legyen az egy cipész, vagy éppen egy ilyen kis népművészeti ezt. Kata szinte optimális megoldás. Igen, ő nekik ez egy optimális volt, mert minimálisat adóztak, nyugdíj mellett azért nem sokat kellett adózniuk, de mégis hivatalosak voltak, el tudták adni a terméket, és mégis csak az az apró pénz is, de bekerült az állami kasszába. Rohadtul kiöntöttük a fürdővízzel a gyereket, nekem úgy tűnik. Hát igen, ezt mi is így éljük meg, és tehát a legkisebb vállalkozásoknál ez valóban így van. Sajnos ezt nem vették akkor figyelembe. Maradt az általányadózás, ugye, ami már egy kicsit azért mégiscsak magasabb adózást jelent. Amikor ez bejött a Kata 2012-es tervezetbe, ugyanígy volt bent, hogy a katás vállalkozó már adószámmal rendelkező vállalkozásnak nem adhat számlát. Tehát annak nem dolgozhat. Akkor meg tudtuk győzni az akkori minisztériumot és a miniszterurat, hogy ez így nem fog működni. És rögtön már mire kihirdetésre került 2013-ra, ez megváltozott. Mert nem csak a kulcsmásolásról van szó, persze, hanem tulajdonképpen egy kisebb településen, mikor van egy pékség, aki már a szomszédban lévő autószerelővel javítatja az autóit évtizedek óta, az nem fogja bevinni 20-25 kilométerre a városba az autóját megjavítatni, mert hogy az autószerelő katás maradt és nem tud számlát adni. Igen. Hát ugye ki fogja fizetni zsebből. Ez viszont mire kényszeríti a péket, hogy ő is szerezzen be olyan pénzt, amiből ki tudja fizetni az autószerelőt. Igen. Igen. Tehát ezzel azért úgy göngyölítjük a magunk előtt a problémát, és még számtalan ilyen esetet lehetne egyébként mondani, akik egyszerűen azért adták vissza, mert mondjuk másodállásként nem tudták űzni a szakmát már, mert eddig másodállásként fizetett 25 ezer forintot, és nyugodtan dolgozhatott, mondjuk mert máshol volt főmunkahelye, vagy főállása, és akkor másodállásba dolgozott. Ezt megszüntette, és lehet, hogy átment éppen fekete gazdaságba. Tehát ez azért tényleg egy nagyon-nagyon súlyos problémát okozott nekünk is, mint iparosoknak, hiszen amikor olyan emberekkel kell versenyezni egy iparosnak, aki ugye adózik, aki meg nem adózik, tehát egy olyannal, akivel nem adózik, hát ott az árversenyről szerintem nem is lehet beszélni. Igen. Ami történt, megtörtént. Vannak-e most, vagy leselkednek-e veszélyek esetleg a kisiparosokra a jövőben? Úgy is kérdezhetném, hogy van-e valamilyen felkészülés, vagy munkaterv az IPOSZ-nak, amit az elkövetkező pár hónapban, vagy egy-két évben meg szeretne valósítani, vagy legalább bele szeretne szólni bizonyos folyamatokba? Ugye több ilyen probléma biztos van, vagyis azt is mondhatnánk, hogy nagyon sok. Egyrészt ugye a finanszírozásról már beszéltünk, hogy nagyon sokan nem jutnak ilyen finanszírozáshoz. Az IPOSZ az elkötelezett abba, és ugye mivel meghallgatásra kerültünk azért a mondjuk a KKV stratégia megalkotásánál is, a KKV stratégiába is kértük, hogy a finanszírozást azt próbáljuk meg kiterjeszteni a picikre is. Ezért pont a 100. oldalon be van építve a mikro... Aki addig elolvassa. Igen, igen, de ezt azért remélhetőleg azért elolvassa, akkor én kérem a sörömet majd, mert én elolvastam, de tényleg úgy van, hogy remélhetőleg akire ez vonatkozik, az elolvassa, de bent van a törvényben ebben, illetve hát ebben a KKV stratégiában, hogy a kormányzat felülvizsgálja azt a mikrohitelezési témát, amit mi javasoltunk. Ugye itt azért korábban és ma is működik, azért itt van a Magyar Vállalkozási Hitel Alapítvány, ami a megyei szinten adott ki korábban is a mikrovállalkozásoknak hitelt. Ez nem csak abból állt, hogy hitelhez jutottak ezek a kis vállalkozások, hanem gyakorlatilag szinte olyan szinten menedzselték is őket, hogy szinte egy mentor rálást is elláttak, hiszen megcsinálták együtt a pályázathoz
az üzleti tervet. Ez kicsit hasonlít hogy... a Széchenyi kártyához, nem? Vagy nem, mert a Széchenyi nem. kártyát azt ugye elő... A Széchenyi kártyát azt ugye elő lehet finanszíroztatni a garantikával, ami egy nagyon jó dolog, mert hogyha egy vállalkozás magát leminősíteti a garantikával, be tud menni bármelyik bankba, aki foglalkozik a Széchenyi kártyával, és hogyha a VOSZ irodába vagy a KAVOSZ irodába ugye még kifizeti hozzá a pénzt, akkor elkezdheti igényelni a Széchenyi kártyát, ami egy nagyon jó hitel. Igen, ám csak van egy nagyon nagy probléma, hogy ezt ugye, ahogy mondtam is, a bankok adják. Ha a bank ezt már a ezt a tevékenységet, amit végez az a vállalkozó, vagy maga a vállalkozó nagyságá véget, ezt kockázatosnak értékeli, már nem is kapja meg a hitelt. Tehát arról meg nem beszélve, hogy nagyon sokszor lehet, hogy sokkal kisebb vagy más hitelre van szüksége. Itt a MIFIN-nél, hogyha a mikrofinanszírozási hitelt néznénk, ha ezt vissza tudjuk hozni, akkor az a sok kis vállalkozó, aki most kockázatosnak minősül, de meglévő üzleti tervvel megkapná ezt a kis pénzt. Mert ez, legyünk őszinték, nem egy hatalmas pénzről beszélünk makrogazdaságilag sem, amit bele kéne tenni ebbe a részbe, akkor itt nagyon-nagyon sok vállalkozást tudna elkezdeni fejlődni. És lehet, hogy abból a pici mikróból aztán lenne egy kis vállalkozó, aki már lehet, hogy aztán olyan innovatív ötletekkel tudna tovább lépni, amit már aztán mondjuk egy Széchenyi kártyát is tudna igényelni, vagy egy beruházási hitelt, akár ugyanebben a Széchenyi hitelkonstrukcióba, és mehetne és fejlődhetne fel. Hát ez egyik cél, hogy ezt a MIFINT erősíteni. Ezt próbáljuk mi erősíteni, tehát a Magyar Vállalkozási Alapítvánnyal mi ezzel próbálunk együttműködni, de együttműködünk egyébként a többi ilyen, az IFK-tól a SZÍD alapítványon keresztül, amik szintén ilyen problémákat visz. Nagyon súlyos probléma Magyarországon ma az átörökítés, tehát a vállalkozások átörökítése, hogy vigyék tovább. Ehhez vannak még mentorprogramok, és ezeket szeretnénk továbbvinni. Hát ezek által egy-egy személyhez kötöttek is. Igen, mert annak idején a rendszerváltásnál, amikor megszűntek munkahelyek, vagy éppen a privatizáció véget szűntek meg, meg leépítések voltak, tényleg nagyon sok ember kényszervállalkozó lett. Igen. Nekem egyébként az egyik 12 év alatt az egyik büszkeségem, hogy azért ezeket a kényszervállalkozói fogalmakat elkezdtük kivezetni, mert azért... Legyünk őszinték, hogy ők egy gyűrt találtak meg a piacon. Tehát én azért inkább önfoglalkoztatóknak hívom már őket. És ez azért úgy be is került, vagy éppen egyáltalán, hogy beszélünk arról az utóbbi időben, hogy mikrovállalkozás, ez azért az IPOSZ-nak az elmúlt 10 évi munkája. Mert nem nagyon emlegettük, KKV-t emlegettük, a mikrókat nem emlegettük. Holott a legnagyobb foglalkoztatást adok. De a foglalkoztatásnak több mint 40%-át adják a mikrovállalkozók. Tehát azért itt ez nem mindegy. Tehát ez a kategória az, amit tovább kéne fejleszteni. Tehát az az egyik, és akkor hát ugye vannak azért ilyen napi problémák a vállalkozásoknál, mint most a víz. Ugye előkészítetlenül a nyakába vágtuk a vállalkozásoknak, vagy nyakába vágták a vállalkozásoknak a vízdíj alapdíj emelését. Hát ugye itt van olyan vállalkozó, hogy volt egy fatelep, két alkalmazotta, egy WC 5000 forinta, de mivel tűzcsapot kellett nekik kiépíteni hozzá, így havi 200 ezer lett a vízdíja. Tehát azért én saját vállalkozásomnál is látom, hogy ötszörös lett a vízdíj. Ez tehát, ugye az állami intézkedéseknek köszönhető, tehát hogy bekebelezték a vízműveket. Hát igen. Majdnem mindent. Egy kicsit én most nem akarom bántani a rezsicsökkentést, de a rezsicsökkentés fenntartásához is szerintem ez kellett, hogy a vállalkozókra ráterheljük ezt. Én ugyanezt mondom. Ingyenleves nincsen. Persze, tehát én ugyanezt tudom elmondani azt, hogy a vállalkozóknak ott a kéményadó, én csak annak hívom, mert kimennek, ugye beszedik a pénzt, rá se néznek sok esetben a kéményre, maximum oda tesznek egy matricát, hogy megtörtént az ellenőrzés. De ahhoz, hogy a lakosságnak ingyenes legyen a kémény vizsgálat, ahhoz nagyon keményen odavágtunk a vállalkozóknak. Kinek is? A kicsiknek. Mert kinek van a saját lakásába vagy családi házába bejelentve a vállalkozás? A picinek. Igen. Tehát velük fizettetjük meg megint. Kisebb társasházaknál is, ha egy vállalkozás van benne, akkor fizethet az egész ház. Így van. Tehát azért, így van. Mert ez a törvény. Tehát én ezt nem tartom jónak. Ugye itt annak idején ez úgy indult, hogy a szénmonoxid mérgezések véget indult el,
Gyakorlatilag én úgy látom Akkor most, lett hogy tehát a katasztrófa védelem. így van, és gyakorlatilag ma meg már nem mennek a lakossághoz, csak ha kéri. Tehát azért régen a szolgáltatók, a helyi szolgáltatók, mint a kéményseprő ipartestület is, és annak a tagjai, azok azért mentek minimum kétszer egy évbe, megnézték a tüzelőberendezések Akkor kéményeit. Akkor volt a kéményseprők, Így megfogtak van. a bombunkat, ha Így van. találkozunk. Így van. Tehát ez én szerintem rossz irányba ment el, vagy ez is rossz irányba ment el, amin változtatni kéne. Dolgunk van a szakmákkal egyébként, tehát gyakorlatilag az 1100 szabályzott szakmából 100 maradt, illetve 99, mert a 34/2021-es ITM rendelet ezt megváltoztatta. Gyakorlatilag nagyon sokan nem. Egyszerűen nem kell a tevékenységhez szakmai végzettség. Értem. Tehát itt azért én úgy gondolom, hogy ez a dereguláció véget, vagy ezzel indokolják, de én úgy gondolom, hogy ez egy hibás lépés, ugyanolyan hibás lépés, mint amikor a vállalkozó igazolványt kivezettük. Akkor, amikor kivezettük a vállalkozó igazolványt, hogy nem kell, most az egyéni vállalkozó oda megy, nem tudja igazolni, hogy erre a tevékenységre ő jogosult. Ha most már nem kell hozzá iskolai végzettség se, vagy szakmunkás képzettség sem, hogy valaki bizonyos vállalkozásokat, vagy tevékenységet állásson, ez a megrendelőknek a megkárosításához fog vezetni. És ezt már tapasztaljuk, hiszen rengeteg, de rengeteg reklamáció jön be, hogy kóklerek dolgoznak a piacon. És bizony ez nagyon súlyos hatással lesz az elkövetkezendő időszakokba. Viszont bejött egy-két olyan szakma, amit megszabályozottá tettek. Pedig nem kellene. Nem is mondom, hogy nem kellene, mert lehet, hogy kellene, mert azért sok minden probléma volt. Mondjuk éppen említek egy ilyen szakmát, a száraz építészet. Tehát azért voltak itt ugye a gipszkarton szerelés, itt mondjuk, hogy a köztudatban jobban talán bent van ez, hogy azért álmennyezeteknél meg egy-két helyen azért volt ilyen probléma, hogy leszakadt, vagy nem úgy készült el, vagy éppen a tűzállósághoz, vagy éppen a vízállósághoz nem úgy tervezték meg, mert nem volt hozzá tudás. Ugye ezt korábban úgy végezték, hogy a Knauf, illetve a Rigipsz, ugye két nagy szakmai cég tartott általában ilyen tanfolyamokat, és akkor ebbe képezték ki azokat az embereket, hogy hogyan is kell ezeket fölépíteni, hogy hogyan tud ez menni. Most ezeket a tanfolyami végzettségeket ugye nem ismerik el, hanem csak iskolai végzettséggel. Magyarán egy egyéni vállalkozó akkor tud adni a szárazépítészetről számlát, hogyha van ilyen végzettsége. Mert ez január 1-től lejárt, én hallottam olyat, hogy már van olyan kereskedelmi kamara, aki kivezeti az építőipari nyilvántartásból ezeket a tevékenységi köröket bizonyos vállalkozóknál, akik nem mint nyújtották be a bizonyítványukat, hogy ők elvégezték ezt a tanfolyamot. Mi is szeretnénk egyébként itt Ajkán pont ilyen tanfolyamokat indítani, hogy azok, akik bent vannak ebbe a szakmába, azok tudják ezt majd megtudni. Ezért az IPOSZ-nak ugye nagyon-nagyon széles kapcsolati rendszere van a képzési centrumokkal, és itt meg fogjuk keresni a képzési centrumokat abba a részbe, és itt a helyben, Ajkán is megpróbáljuk ezeket elindítani, hogy ezeket a vállalkozókat itt segítsük. Mert ez nem csak erre igaz, hanem például az épület szigetelőkre. Magyarán, akik a homlokzatra hőszigetelést tesznek, vagy vízszigetelést, azoknak is kell ilyen végzettség, ami egyébként nem árt, baj. Persze. Ami egyébként nem árt, mert azért legyünk őszinték, hogy látok én nagyon, nagyon sok olyan kivitelezést, meg hát hogy néz ki, hogy azért, hogyha tájjelleg, meg minden egyébként úgy rajt van, tehát dimbes dombos egy kicsit, meg egyéb, tehát azért, hát arról nem beszélve, hogy azért már láttam olyat is, ahol egy az egybe leved lett a falról, tehát. Igen, főleg nagyobb szél lesz. Úgyhogy azért voltak ezeket. Ilyen problémák. Tehát ezek a képzettségek, ezek nagyon kellenek, vagy a képesítések. Ugye mondtam már az ilyen adózási, meg az egyéb dolgokat, hogy azért ezt jeleznünk kell, hogy azért ezt jobban elő kell készíteni törvényeknél, és nem szabad mindent ráverni a picikre. És vannak-e lobby lehetőségei? Tehát most nem kifejezetten a pártokra gondolok, de olyan szervezetekre, vagy összefogásra, vagy egyéb, hogy tényleg komolyan vegyék önöket. Nem csak meghallgassák, hanem azt csinálják, amit javasolnak. Hát volt már lehetőség, ugye a Vállalkozásfejlesztési Tanácsnak is tagja az IPOSZ.
Hát a 100 szabályzott szakmából csak azért lett 99, mert behozták például a büfénél azt, hogy nem végzettség kell a vajas kenyér megkenéséhez, vagy a szendvics vajjal történő megkenéséhez. És hát mikor ezt ugye felvetettük, akkor ezt rögtön kivették, mert mondtuk, hogy akkor nem csak a kis vállalkozónak a büféjét kell bezárni, hanem a KFC-t, meg a McDonald's-ot is, hiszen ott képzettség nélkül nem csak vajat kennek, hanem húst sütnek, meg egyebet, húspogácsát és egyebet. Tehát azért ezt szinte rögtön sikerült kivetetni. Van azért egy nagyon fontos előnye az IPOSZ-nak, hogy nemzetközileg az IPOSZ szerintem jobban elismert, mint hazai szinten. Tehát olyan széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik az IPOSZ, és ugye az Európai Kisvállalkozói Szövetségnek is tagja. Tehát közvetlen Brüsszelben is van értékérvényesítési alapunk és lehetőségünk, és együtt dolgozunk az SME United-del, ezzel csinálunk is most is egy projektet is, remélhetőleg most indul egy másik projekt is, amiben bent tudunk lenni, hogy ennek azért legyen egy kis finanszírozási alapja is, mert ahogy mondtam, érdekképviselet egyébként tagdíjból nem lehet ellátni, tehát ehhez meg kell teremteni azokat az alapokat, amelyből aztán ezeket tudjuk csinálni. Illetve Magyarországon, vagy Magyarország volt az első tagja a Hanza parlamentnek. Ez ugye a balti országokat tömöríti, és Magyarország ilyen kaktojásként annak idején bekerült a Hanza parlamentbe, és hát mi még pont az ilyen széles nemzetközi kapcsolataink lévén vittük magunkkal most az utóbbi időbe, vagy évekbe az osztrák kamarát, illetve az olaszokat, a Confarti Genátót, vittük magunkkal a szlovákokat. Igen, mert olyan jó Európai Uniós projekteket sikerül elnyerni vele, most éppen 5 ilyen projektje megy az IPOSZ-nak, ami a vállalkozásoknak a képzéséhez, a versenyképességük megtartásához igazodik. És ez független Magyarországra, így van. Éppen nem áron uniós pénzek. Így van. Ez egy másik csatorna. Tehát amikor ma látom azt, hogy mennek olyan pályázatok, amik a körforgásos gazdaság, vagy a környezet tudatosságra épül, mi ezt 10 éve megcsináltuk az a parlamente. Most fejezünk be egyet, ahol a szakoktatóknak a digitalizációjára csináltunk képzést. Nem az iparosainkhoz kötődött, de úgy gondoltuk, hogy bele kell mennünk ebbe, hiszen nekünk egy nagyon fontos feladatunk az utókornak a képzése, és ahhoz kapcsolódóan a szakoktatóknak a felkészítése is. Vagy éppen most az építőipar digitalizációjával már nagyon sok pályázatot folytattunk le. Helyi szinten is, szakmai testületekkel, festőkkel is csináltunk ilyen pályázatot, ahol fel tudtuk készíteni. A legkisebb vállalkozásoknak nincs idejük tanulni. Ráadásul azokat az uniós forrásokat közvetlenül nem tudják felhasználni, ami képzésre megy, hiszen nem tudnak kiállítani egyszerre annyi dolgozót, mert nincs is nekik, hogy meg tudják házon belül szervezni. Hát egy képzéshez minimum 10-15 az, ami kell, de inkább ennél magasabb létszám kéne, hogy megérje. Nem tudják összevonni a piciket, ehhez kellettek az ernyőszervezetek. Az utolsó ilyen képzést, amit az IPOSZ ernyőszervezetként el tudott nyerni és végzett, az 2012-13-ban volt, akkor több mint 2000 munkavállalót képeztünk. Például, és olyanokra, olyan szakmákra, amit akkor jött be például a kötelező GK-kártya, tehát a sofőröknek, a hivatásos sofőröknek kellett ez a GK-kártya, mi 500 sofőrnek tudtunk ingyen ilyen kártyát adni. Csak magából ebből. De nyelvi képzéseket végeztünk, vállalkozó ismereteket képeztünk, mestervizsgára történő felkészítést képeztünk. Továbbra is nagyon fontosnak tartanánk ezt a mestervizsgát. Mi 12 éve hangoztatjuk, hogy azzal, hogy a mestervizsgát hagyta a kamara leépülni, ezt a mester címet egyáltalán leépülni, mert hagyta, hogy elvegyék azt a jogosultságot, amik ezzel jártak. Hogy ez egy hatalmas hiba volt, és ezt vissza kéne vezetni, hiszen ma egy köműves elgondolkozik azon, hogy váltson-e ipart. Miért is?
Egy kőműves nem tud asszisztencia nélkül dolgozni, tehát kell a segédmunkás, hiszen olyan annyi mennyiségű anyagokat, meg olyan nehéz anyagokat mozgatnak, kell az alkalmazott. Ha van alkalmazottja, akkor kell, hogy legyen munkavédelmi se. Mert már orvos, nem? Az üzemorvos is célszerű, de kell neki biztos egy könyvelő, és ugye mivel mestervizsga nélkül, vagy a mestervizsgától elvették a felelős műszaki vezetői tevékenységet, már kell neki egy felelős műszaki vezető is, akit meg kell fizetni. És már itt tartunk, hogy van közel 4 ember, akit eltart, és ő még nem keresett egy fillért se. Na most innentől fogva elgondolkozik, hogy hát váltsak ipart. És ugye nem mindegy, hogy ezt ipar nélkül csinálja, mert azért itt Ajkán tudnák mondani olyat, hogy hát elég nagy vállalkozó volt, és akkor perelték, és akkor hát szegény mozgássérült hölgy hívott, hogy régi ismerősöm bejött, szétverte a lakást, nem jött vissza, fölvette az előleget, hova menjen. És akkor ugye ment kamara, kiderült, hogy nem regisztrált, nem, nincs vállalkozása sem, nem hogy építőipari vállalkozásban nem regisztrált, hanem még vállalkozása sincs. Hát, mondták, hogy ők nem tudnak segíteni, mert nem vállalkozó. Hát elment a rendőrséghez. Hát oda ment, mert szétverte a lakást, tehát a munkát elkezdte, csak még nem fejezte be, majd várjunk még egy kicsit. Hát már még nem csalás. Ment a NAV-hoz, hát mondták neki, hogy tovább nem folytathatja vele a munkát, mert most már akkor ő is véd, hiszen tudja, igen, hogy nincs vállalkozása, tehát ezt se csinálhatja. És akkor hát mondta, hogy hova menjen. A végén elment egy ügyvédhez, az ügyvéd volt, megmondom őszintén, a legrendesebb, mert mondta, hogy ha meg kéne nézni, hogy egyáltalán be tudjuk-e hajtani azt a pénzt, amit fölvett, de hogy van-e egyáltalán valami a nevén, mert ugye ismertek voltak a házak, amik az ő tulajdonában volt, csak egyik sem volt a nevén, és az ügyvéd mondta, hogy hát ha én kérem le a takarneten keresztül, akkor az pénzbe kerül, hogyha elmegy a földhivatalba, megszerezi, akkor le tudja kérni ugye egy-két ingyenes tulajdoni lapot, hogy egyáltalán van-e a nevén valami. Hát nem volt. Sajnos nem volt. Úgyhogy ezt sajnos elbukta. Nagyon nagy probléma ez ma Magyarországon, hogy nem tudjuk hitelesen igazoltatni azokat a vállalkozásokat, a vállalkozási igazolvány eltörlése véget, hogy van-e jogosultsága. Igen. Tehát ezt azért én úgy gondolom, hogy vissza kéne állítani. Sok ipartestület van az országban már, ahol ők adnak ki egy igazolványt, hogy az ipartestület tagja, hogy legalább ott tudja igazolni, hogy ő tényleg valóban egy vállalkozó. És ez igaz mindenre. Még a cukrászra is. Tehát nekem a szegény Pataki János, Isten nyugosztalja, aki volt korábban még a világszervezet elnöke is volt, a cukrász világszervezet elnöke is volt, ugye egy érdi cukrászmester volt, és a cukrászipartestület elnöke, ő mondta azt, hogy a fusiszták tesznek tönkre bennünket, mert otthon ugyanúgy megsütik és viszik be, de még bizony állami szervezetek is rendelnek fusisztáktól pogácsát is, meg mindent. Tehát nincs azért rendben. Nincs rend ebben az országban ilyen szinten. Sem. Annak ellenére, hogy azért tényleg ma már a NAV mindent lát. Tehát tényleg ezzel, hogy bevezették az elektromos pénztáru gépet, EKR-t és egyéb, hát hatalmas bevétel is lett, mert azért ez fehérítette a gazdaságot, ezt el kell ismerni, de azért még lenne tennivaló itt ebbe. Talán helyi szinten kéne ezt jobban megoldani, hogy a tisztes vállalkozókat ne sújtsák ezek a hobbiból dolgozó vagy pénzt kereső emberek, mert sok esetben azért azt látom, hogy nem minden esetben oldják meg a feladatot.